Hello mindenkinek, én Salai vagyok, és tudom velem Balázs. Hello. És Balázs. Hello. Balázs vagyok. Ja. Ő is. Ikrek. Szóval nem tán testvérek. Na. Még mielőtt belemegyünk az én családi titkok gyanújának árnyékába. Miről vesz ma szó? Hát nem a 0%-os sörökről, hanem a meggyes sörökről. Alkohol százalék. Képest viszonyítva fölfelé fogunk haladni. Megyünk na. Szépen föl a részegség útján. Rendben, akkor szeretnék tőletek kérdezni valamit, mert ugye a söröknek egy nagyon kevés részével találkoztam eddig, ugye a nagy rész az most érkezett ide hozzám. Jön az én kérdésem. Mit keres itt egy Radler? Ha söröket próbálunk, tekintve, hogy a Radler nem egy sör. Ez így van. Ennek tulajdonképpen annyi az oka, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy az. És a meggyesek közül mindenki a Radlerekre asszociál egyből. Rendben, akkor szóval most elhoztam igazából azért, hogy ő a kakuk tojás, de mivel ő a nullás, ezért vele kezdünk. Rendben, akkor most ezt ki is beszéltük, srácok, tudjuk, hogy a Radler nem sör, és nem is tekintünk rá úgy tekintünk rá, mint egy gyümölcslé, ami nagyon, nagyon alkoholos italként van csomagolva, tehát egy kis 11 évesek kurva menőnek érzik magukat, amikor isznak belőle. Így van. Most, hogy ezzel meg, most azt mondjuk, hogy biztos nincs benne? Alkoholmentes világos sör, lol. Hazudnak. Tehát ez marketing. Én hoztam őket. De miért úgy öntesz, mint egy retardál? Azért, amúgy, mert nem tele kell. Szóval ért hozzá, csak nem amúgy, tűnik. Mi az? Meg szokott sörcsapolni. Hogy megy ennyire le a habja? Ja, ez nem egy sör. Percről percre fog. Balázs, ne legyél ennyire offenzív, ez egy sör, rá van írva. Amúgy, hogy tudtad ezt ennyire jól önteni? A legrosszabb öntésed. Nem akarok politizálni amúgy, már, hova lett de az én látszik, habom? Hogy a kétharmadnak jutott hab, látod? Hogy van, de ez így? Kóstoljuk meg! Milyen gyártmány egyébként? Hát pécsi. Pécsi Radler. Így van. Gyártanak más cégek és Radlereket. Egyébként pécsi. Szerintem ismertek egy mondja a pécsi sör. Pécsi sörgyár, igen. Így van. Olyan, mint a Soproni. Ízre is. Olyan, mint egy megymárka. Ízre? Semmi közel a megymárka. Szerintem... A megymárka sokkal édesebb. Igen, ez... Inkább... Ennek tényleg megy íze van. Ez megyes, ja. Tehát ez olyan, mint amikor vannak azok a kis megyek a... Fán? Nem a fán. És arra gondoltam, hogy amikor a tortára szokták rakni ezeket a kis megyeket. Ja, azokat a konyak megyek. Olyan. Megybefőtt lé. Igen, igen. Nem annyira édes, de ahhoz van legközelebb. Valaki ellopta a habomat. Wow, hogy benyelte. Nem volt benne semmi. Igen. És most egy üres poharat. De ez tényleg olyan, hogy ebből egy litert is megihatsz, nem fogja a torkodat bántani, mert mintha nem is lenne benne az éjszak, csak egy picit. Ez így van, ez eléggé lightos. Lindemans, belga meggyes. Egy márka, amiről még csak nem is hallottam soha. Én már hallottam róla, ittam is zöldalmás verziót. Belga megy márka. Zöldalmás verziója is van. Szóval ez a legdrágább. 850 forint volt. Ez egyébként 0,25. Összetevők sör 75%, meggy juice 25%. Ez már sör. Szóval ez gyakorlatilag úgy meggyes sör, hogy ez csak egyszerű sima sör, és aztán egy kis megy szörpel összehörpintették. Wow. Wow. Csak wow. Ráadta volna a rekeszre, és az jött volna haza. Látszok, mi a fasz van most? Nem tudom, gondolkozok. Szóval... Nem, ez egy drága sör, ez nem szabad csak így beszélni. Igen. Vagy politizálni kell, vagy meg kell fejteni az élet értelmét eközben a sör közben. Hát majd miért úgy töltöd? Ez sötétebb. Ez határozottan sötétebb, és nem tudom, mennyi látszik be. Márnak nincs habja. Hogy már habot tenki. Ezt figyelj be azon. Így se, ezt fogadjunk. Ez hogy? Hagyj már habot! De és amikor tényleg csöpedek három pöttyöt, még annak is lesz habja. Mi történik? A 0% után a leggyengébb, mégis a legdrágább, a legolcsóbb után a legdrágább. Az ott a legolcsóbb? A 2.19 az egész olcsó. Jó, nullás, meg nem sör, szóval ezzel a drága sörrel kocintani kell. A drága sörrel. Nem lehet, hogy ezzel nem kocintunk. Így van, és... Ez rossz volt nézni. Beszél hozzám, magasod. Hallom benne a cseresznyét. Hallom benne a fovágotok, hogy leesik a cseresznyéért a fáról. Az óceán hangja szólal meg a sörben. Hoppá, de ügyes. És most? Olimpia. Ha ez kurva jó.
De jó, savanykás, savany erős. Na mondjuk ezt elhiszem, hogy ez 25%-nyi juice van benne. Ez konkrétan brutál meggyes. Ez nagyon erős. És van benne normálisan szénsav. Hm? Az előző után ez egy elég komoly felüdülés egyébként, szénsavilag. Nagyon furcsa, mert én nem érzem benne a sört. Tehát annyira el tudja nyomni a meggyesült. Egyébként ennek én a zöld almás verziót ittam már eddig, az is ilyesmi volt, mert ez egy nagyon brutál almás, nagyon király. Nem tud inni. Ez egyébként nagyon jó ötlet volt részedről ez a víz, mert egy kicsit így nullázza az ízeket, és így nullázza az alkoholt. Ez így és így igaz. Igaz. Na. 3,5, meg nulla. Az nulla. Ki akar veszekedni? Apátok itt van! Meggyes, barna él. Hú, de ez egy ilyen kombó? Így van. De ez egy barna sör. Évvége lejárt. Meg kell inni gyorsan! Az első, ami nekem nagyon feltűnően ott van a... Hát tölts már te Balázs, mert mindenki töltött. Okay. Nekem nem lesz habja, akárhogy... De neki töltsed össze. Nem, magam nem töltök össze. Nézd meg, van habja. És tölts a Márknak habot. Csak habot. Csapom! Úgy legyen itt egy kóla, gyerünk! Kofola! Hát ennek barna sör illata van. Igen. Az a helyzet, hogy én egyébként nem túl sok barna sört éppen eddig érzem. Én nagy barna sörös vagyok, és ez keserű lesz, én azt mondom. Én Márkkal ittam eddig egyedül barna sört, mert ő nagy barna sörös. Nagyon határozott illat. Ez... Csak barna sör, semmi megy. Nagyon minimál megy, de... Ez én ebben inkább... semmit nem érzek, ami megy. Nekem nagyon minimálisan, de inkább barna sör, ami... Ez barna sör. Nem tudom, így meggyesen ez nem jó. Nem, ez határozottan nem jó. Megmerem kockáztatni egy kicsit kávést. Egyébként igen. Minden barna sör picit kávés. Sőt, láttam egy olyat, ahol vettem azt nagyon drágát, hogy az volt a neve, hogy Fake Café. És ez volt a barna sörnek a Stout Fake Café. Miért van kávé a barna sörben? A karamell miatt, a karamellizált a kávé, vagy mi a faszom ez a barna sör, és amiatt kapja a színét kicsit. Oh. Meg még már ja, karamell maláta, tényleg? Karamell maláta. A karamellos beütés okoz egy ilyen kis... Valamiből karamell jön ki, valamiből ilyen kávés jelleg. Ja. Általában a stoutokból jön ki a kávés jelleg, ez nem tudom, hogy összefoglaló csak... vélemény? Összefoglaló vélemény? Nekem nem jön be. Nem tudom, hát... Hiába vagyok barna sörös, ez nem jön. Én nekem alapvetően a barna sör sem annyira jön be, és ebbe semmi meggyed nem érzem. Én sem. Én érzem a meggyed, de... Egy nagyon minimálisat bele tudok képzelni, de szerintem ez már tényleg csak de a beleképzelés. De én a csapvízbe is bele tudom képzelni, ha nagyon akarom, tehát... Jó, a budapesti csapvízbe bele is tudsz bármit. Ezért van itt ennyi vizem, én nem hiszem csapvízbe. Helyes egyébként. Aj, de aranyos volt! Ez kérem, 5000%-os amplifying-gal bevágni. Olyankor érzek benne meggyet, amikor iszom, konkrétan. Tehát miközben iszom, nem... Figyelj, ha én otthon vagyok és nem gondolok erre, akkor én sem érzem benne nem, az úgy, úgy értem, hogy nem utána, amikor már így ízlelgetem az utóízét, hanem miközben kortyolom. Közben érzek nem. Benne egy kis savanykásat, és valószínű az a megy, az akar lenni a megy. Nem lehet, hogy amúgy ebből maradt a szánkba véletlenül? Mert ez az a... Ez nem tudom, az öreg belga intenzív megy. Már eltingulagul. De kár. Te legdrágább söröd, Floriz, ez is belga sör. 3,6-os. És mennyi volt? 200? Hál' Istennek felírtam mindent, 720 forint. 720 forint, 0,33-as. Hihet, olcsó, és több, mint az enyém, de még így csak a leg. Ugyanaz a style egyébként a kupak, szóval ezt is leszetted a ilyen elcseszett módon, mint az előző. Így van, de némi előtt megcsinálod. Mondhatod. De gyerek volt ez, jó. De majd bontod, mutatod, hogy a tölcs. Nem állnak először, kevőzben, de ha... De így lesz, így lesz. Nézd már, kap! Van hab, de egy. Igen. Ez sima piros kupak. Ne már, miért? Nem kérek habot! Nem csinálj habot. Sima piros kupak. Sima piros kupak. Ennyi pénzért még a nyomtatás se sikerült rátenni? Oké. Okay. Szóval, belga ez is. 3,6%. Már nagyon fenn vagyunk, az egekben vagyunk.
ismételten csak meggyes sör íz. De ez cseresznyés. Ez cseresznyés? Ez cseresznyés. Te olvastad el. Ennek valóban kicsit talán ilyen édeskésebb illata van, vagy nem is tudom. Mint a cseresznyés. Édesebb. Édesebb a láncnál a kord. Édesebb egyébként, mint a meggyes, mint a meggyesek, viszont én inkább azt veszem benne észre, hogy sokkal gyümölcsösebb. Igen, kevésbé intenzív egyébként. Ebben szerintem még kevésbé érződik úgy bele a sör. Habügyileg is kevésbé. Takarodj már a haboddal, mindig neked öntünk először, és ezt rontjuk el. Balázs, szénsav szerinted? Szénsav? Picit kevesebb, mint Márknak a horror drága sörében. De elfogadható. De abszolút, tehát nem kevés. Szerintem egyébként a szénsavat nem szabadna értékelni, mert idefelé jövett, nem tudom miért táncolhattál, ez szétrázta az összes. Jó, de nem tud kijönni, mert ezért le van zárva, tehát akkor nem ki kéne hogy... Nem, hogyha leülteted, akkor szét van az oldalán, hogy följön, és akkor az a piacot felgyűlik, és nem a felgyűlik, elbontod az üveget, ami szétlődik. Következik Szent Andrew. Én ezt a sört szoktam inni. Én ezt a sört szeretem. Ezt a sört amúgy a Pointerbe is árulják, és az Andrással már ittam a Pointerbe ilyet. Ez a sör finom. De wait a minute, szeptemberben lejár. Fogyasszuk is el! Amúgy... De ez ilyen tick hab lezen. Mint a bort úgy öntöm. Mint a pezsgőt. Mi a fasz? Ennyire megérdem? Ez fél liter. Ja, hogy ez ennyire sok. Mondjuk, hogy jó. Jó, van Balázsnak annyi, de na. Figyelj, ő már annyit ívott ebből, hogy nem így kell. Így van, te már itt áll ilyen. Visszavetjétek a revansot, hogy kiöntöttem az előzőt. Így mondjuk, van, azt senki nem adta volna megint. Sosem. Gratulálok, szép munka. Nincs meg sehol. Ennek a legjobb illata. Nagyon finom, de nem olyan erős, mint mondjuk a... De nem kell fedni erősnek. Lidermansnak. Finom illatú. Finom. Ez egy ivós sör. Édes, ez ilyen csúszik rendesen. Ja, ez ilyen nagyon ízesített víz íze van egyébként. Ennek nincs is nagyon szénsava, mi a franc? Most közben rájöttem, hogy én a málnás búzasörget ittam. Jó, igen. Nem a meggyeset. Csak azért mondod, mert nem kaptál eleget, és most próbáld valahogy visszahozni. Ez nem így van. De igen. Még van egy pár úgy, hogy majd kapok. Szóval én a málnás búzasörget ittam, az finomabb. Tartsunk málnás este? Hagyjál már! Úr, mi idézte ezt elő? 3,7%-nak nyerünk, de már így szét vagyunk csúszva, srácok. Hogy állunk? Na! 5%-ig mi vagyunk? Vize! Várjál ma! Annyira tetszik az akkumulátor egyébként. Olyan, mintha először lemeríteni magát. Hallod? Benne maradt a fele. A habjaik. A víznek a habja benne maradt. A mentes víz habja a legfinomabb. Mi van a poharod amúgy? Ez miért nem kap semmi szőrt? Öntisztuló szőrt. Ja, lehet, hogy ez kentem viasszal. Mi? Na, honnan jöttél? Hazai ízek neki! Így van. Ez van. Ő a fő attrakció, ami ezt mondjuk, a videót előidézte. Mondjuk már mindig... Megjelent akkor Balázs elkezdett örülni. Mondjuk már mind ittuk, és mi már videóban is ittuk. Így van. De azért megkóstoljuk még egyszer. 4%-os létére itt van. Csak az ilyen referenciának tudjátok. Tudjuk, hogy ez jó. Ha megnézzük a Shoprendnek a logóját, az egy tűztorony. Kis érdekesség, hazai érdekesség. A jelled az oviban. Meg akartam keresni, meg venni akartam egy sima óvatos duhaj barna sört egyébként ma. A Démon? A világ leghülyébb nevű söre. Soproni óvatos duhaj Démon. A Soproni megy, én óvatos duhaj szüretlen felső érzésű sör különlegesség. Így van. 11-13 fokon tárolandó. Hoppá! Hova? Fogyasztandó. Nem ott kell tárolni, alatta kell tárolni, mert ez a fogyasztási hőmérséklet. Hát igazából ez megvan mindig. Szisz. Egyébként ez egy... Egy hetet ilyen a hűtődbe. Tehát ez sokkal barátibb áron
kell el ez a sör. Ez egy bármelyik azért. Másik. Egyébként ennek is vissza fog esni az ára, amint már ezért... Amit na, több helyen is kapható. Mondjuk le. Több helyen is kapható, és mondjuk már ideje lesz a piacon, mert most ez 2,90, úgyhogy a többi 2,40. De hogy vissza fog menni az 2,40. Hozzáteszem 2,90 és sok szerintem, mert nagyon finom. Igen, jó, igen. Meggyes sörök általában drágák, de... Igen, szóval... és lényegesen van annyira finom, mint a 850 forintos. Mi történt ebben a pohár? Ez szintén nem értem. Ez miért történik? Mint olyan, mintha... Tölts így bele, és ha eltűnik, én megőrülök. Ez ilyen... Őrülj meg! Ott a hab! Ja, mindegy, majd. Amúgy ez nem lehet, hogy az előző sörök habja maradt ott benne, és amúgy nincs... Az első az első sör igazából nagyon jó habzott. És ez benne van. Nagyon gyakran jön soknak a cirkusz. Kösz. Gratulálok, szép volt. Ez egy nagyon szuper cirkuszi attrakció volt. Top 5 leghülyébb dolog, amit egy üres sörös dobozzal csinálhatsz? Akkor az is egy falnak futni fejjel. Igyunk! Igyunk! Já-e. Ezt már megint 20 percet beszéljük három sörről. Faszomat. Ó, de ennek annyira jó íze van. Ez finom. Mondhat akárki akár. Majdnem visszajött még négy, de nagyon jó. Na, ez a sör finom. Én azt mondom, hogy ennek az íze, bár szerintem semmi köze nincsen a belga meggyes csodához, ahhoz. Ehhez? Igen. Bár rohadtul más ízük van, én ezt a kettőt rakom egyébként eddig a legfelső szintre eddig. Itt el már morcúvítod? Nem, az is még ott a van! Térben, ott szorom. Oké. Szarvasi meggyes, kínűves meggyes sör, meggyes craft beer, cherry beer. Meggyes. Tényleg én egyszer rajtam, hogy menj. Szarvasi kézműves meggyes sör, meggyes craft sor, cherry baszki, beer. Oda van írva, hogy kézműves meggyes sör, meggyes. Ez most tűnt föl. Én csináltam róla a bírót, és mégis ennyire retardáltad, csak azt jelenti ez a kis hely. Majdnem belejtetted a poharam. Amúgy hogy nyílnak ki ezek ilyen szépen? Tök nem tudom. Sose gyártottál még ilyen szép nyílott kupakot. Így van. Úgy csinálsz, mint aki nem hozzá. Már alapból nyílott kupakokat gyárt. Magadnak öntse inkább, hogy ne igen. Hiába magának úgyis ne fog menni. Nézd, milyen szép habja van, és ez ennyi. Nem, nem ezt kellett volna. De ez csalás, nem egyszerre itt túl. Tényleg, ez az első találkozásom van. És asztal íze volt. Na, ott vagy. Megint arra húzom. Öntsél, elég. Tehát már 2 liter van a poharamba. Nekem meg 4. És ez csak egy 1,5 literes. Milyen durva az élet. Na. Van, elég volt ebből. Szóval szarvasi. Egyébként úgy néz ki, hogy szerintem szarvas segszaga van. Mi? Ami nagyon büdös ez nekem. Ennek már volt egy ilyen egyébként az előzők között, amiért azt mondtad, hogy mert jó jött a lőgét, nem tudom. Ez nagyon büdös. Olyan érte van, mint egy megy szagú gyurmának. Nem tudom. Ez nekem annyira nem jön be. Nem, határozottan nem ízlik. Annyira nem ízlik, hogy én ezt nem akarom meginni. Nem bejön. Így is van. Hogy is van még? A következő van. Sörünk. Saint Louis, ha már Szent Király. Amúgy ez egy annyira szép. Ekkora nagyon jól néz ki. Egy annyira meghatározó személyiség volt rajta. Mondjuk az a legrosszabb része a logó, de jó is. Egyébként ennek a dizájnja az azért tetszik nekem nagyon, mert borzalmasan feltűnik rajta, hogy ez egy meggyes valami. Nem pedig, jó mondjuk a Soproni is úgy néz ki, meg az összesnek ugye nagyjából piros a csomagolása. Mm. Tehát valami azért mondja azt, hogy ez egy meggyes, vagy hát legalábbis valami piros gyümölcsös, de az egész dizájn meggyes. A kupakon egy hatalmas pár megy lóg, és rohadt jól néz ki. Igen, van valami értelme fölnyitni egyébként. Mi? Ezt nem tudom, hogy... Nem, ezt nem így akartam mondani szerintem. Mit akartál mondani? Nem akartad kibontani? Nem. Nem tudom, mit akartam mondani, megmondom őszintén. Ezt nem tudom. Ez is tökéletesen nyílt. Ezt nem tudom, ez...
Milyen érdekes színe van? Nekem óvatos, csak óvatos divaj. Unlikab. Jormag. Ez egy nális habzikban. Honhéje? Mi ez? Mi ez a pia? Ne habozz. Spontán erjesztésű meggyel ízesített belga sör. Spontán erjesztés, ezt csak lebaszták a sorokba. Lóan mi lenne, ha nem mérnénk, meddig erjesztjük, csak így spontán kivennénk, aztán majd mindenki mást kap. Lol! Csak így lerakták valahova a manátát, érted? Csak így ott volt, és így... Basz! Ez csak elkezdett erjedni! Miért spontán volt ez? És hallom, fejt beállítottad a stop? Nem. Bazd meg, hát az egyik az lehet, hogy egy órával ezelőtt kezdett el erjedni, a másik már egy éve erjed. Spontán erjesztés. Let's get yeah, on! Hogy kell ezt megvágni? Mit? Ezt a videót. Nem tudom, te szólt, te vagy a vágó. Fek! Forgató. De érdekes illata van. Mindenki szappan illata van. Ilyen, ezt is mondhattam volna, de... Nap, ilyen nem hozok kezet. Fejébe is került ez. Na, szóval, hogy Balázs rálépett egy zsáberre, aminek hatására elvind az előzőnek a kóstolása, vagyis én... a hangban megvan. Nem, még az oldalra is megvan a képe, szóval ezt a képzetet várom, amikor így hallatszik a képen, hogy iszunk. Meg az, ahogy hallatszik, hogy rálépsz a kávára, és eltűnik a felhelyen. Kikérem magamnak, nem léptem rá, átestem rajta. Az jó. Az más, jó? Szóval ez a St. Louis-nél tartunk, ebből még nekem van elég sok, meg ez, ez a St. Louis? Ez a St. Louis. Ez a St. Louis. Hát szép meggyes volt, vagy még mindig. Úristen, mi mindig ott tartunk. Hát ez beeltelt pár perc. És akkor? Jön a kedvencem. A kedvencem? Az én kedvencem. Akkor lehet, hogy ilyet. Jó, szóval hadd jelentse. De igazából szeretjük. Tudom, hogy szóval a kedvence. Ez már is faszom. Elérkezett a Gergő ajánlásával a Mort Subite Creek Lambic Lots of Fresh Belgian Cherries. Én rengeteg ilyet ittam. Ez ember még miért nem egy mém? Nem tudom, a 70-es években jött el hozzánk. Hadd nézem én. Ott vigyorom. Ú, de szép. Ott tartja a hőt. Van benne póker, van benne cseresznye, van benne cseresznye. Hiába adott a kötöst, van csak 4%. Alkohol százalékunk 4% a fencses sörön. És mondom is az árát még mielőtt bárki is. 4,99 fejből tudom, így mert van. Balázs vette és ott voltam. Ja, jó vagy a cseh. 0,25-ös egyébként, szóval nem veszik túlzásba. Hú, 25-ös volt a 850 forintosom is. A kupakja a szép. A kupakja a szép, igen. Kicsit csúszunk erre, mert amúgy bár kilóg a felvételből. Nem vagy dobként. Egyébként szerintem csak rossz irányban néz a kamera. Ez is lehet. Mindegy, így marad. Ez a kamera új irányban néz. Igen, mert ez a nem esett át senki. A mém irányban néz. Mi? Tényleg amúgy eláll a kamera. Ugye? Szóval. Tere. Magadnak először, sok habja lényeg. Az általában így szokott működni, hogy az elsőnek sok habja van. Tadá! Csak hab. Kösz. És oda tettek az összes Mort Subite-ot. Ez a maradékot. Nem az összeset. A többi nálatok van, és Márknál van a legtöbb. Fasz, tényleg. Mert a habom már megint söré vált. Így van. Szeretném ismételni a önmagamat. Ennek ugyanolyan szaga van a legtöbbnek. Olyan szaga van ennek, mint a többinek az illata. Így van. Nekem ez az illat ismerős. Ne kocincsa! Ne! 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 Akarod csináld el! Buzi. Ez nagyon finom. Bekai vajon, ez ízlik. Ez nagyon finom. Hú. Nincs ez így, de tényleg finom. Én ilyet már sokat ittam. De nem elege. Én ezt finomabbnak tartom, mint a Sopranit. De nem elege. Persze ízlések és pofonok. Kétszer annyira kerül pofon. Ennek a fele, mint a Sopranit. Ez viszont látható, szóval hogy jogos. Négyszer annyira kerül a morszult igazán. Így nézzük már annyira nem. De tényleg de önmagában nagyon finom. Nagyon finom. Amúgy. Miért kibe harmadik típus találkozásnak? Mi az első kettő? Hát amikor a szomszédot találkozol egy, amikor egy vadidegenet találkozol kettő, amikor nem a te bolygódról származó emberre találkozol három.
Ezt törjük le. Van a szomszéd és az idegen. Ezek a kategóriák vannak a földön az emberek. Mi van akkor, ha azt mondanak, hogy én is olyan a szomszédjának? Si, ez egy első és más lépés. És ha a szomszédjaim nem ezről a bolygóról származnak, akkor ez egy true. Há, ez egy másfél? Pi eddig találkozás. Itt vagyunk! Tehát itt vagyunk. Úristen, ezt is akartak. The Craft. Tizenegy. Így van. Az ott first. First of the year. Tü-t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 ü. Az első... A... Tizedik. De sajnos így van. What? Az a... Ez googlózott. Ez már is olyan googlózott. Innen tudod jövőssel. Mi csinált már? Googlózott. Te gyakran szoktál ilyet? Baszki már! Hé, hey, nem iszunk előbb, mint a többiek. Szeretnék a padlóra köpni. Tartsd vissza. Majd nálad. Gyertek a padlóra köpni versenyben. Nálam lesz. A cím Márknál. Nagy találd ki, hogy hol. Nagy lelkvici vagy azt kell mondani. Mi? Nagy lelkvici? Ez a first. Ő milyen gyárt meg egyébként? Long. Varsói. Apró pecsény? Az brassói. Belgi. Ez is belga sör? A legtöbb megyes sör belga egyébként. Csak kivéve a Soprani, kivéve a Bécsit, kivéve a favágót, kivéve a... Hé Balázs! Ezt úgy hívják, hogy haha, rekt. Kivéve a Rizmájert, kivéve a... Jó, oké. A Rizmájert, a kedvező belga sör. Kivéve a Szent Andrásit. Kivéve a... Náig sokat. Az apátság. A Radlert. Kivéve a... Azt már mondtuk. Az belga. Ez az. Nem. Ez az. Fele lehet, hogy az amúgy. A fele igen? Ez 4,5-ös bakter, és 4,3-as jött volna. De olcsó kupak jól van Rizmájernek is. Meg a favágónak. Két szar kupak utolja. Szóval, milyen íze van Lidl-nek? Lidl? A Firstnek, bocsánat. Miért te így jön? Lidl sörkőlegeséget kóstolunk ma meg! De most adottam arra a pontra, hogy egy-egy kor kivételével nem bírok többet írni. Úgyhogy ezt vagy odaadom valakinek, hogy kiadta. Akarod mondani, hogy te vagy? Uh-huh. A first ez? Igen. Te nem szénsavasból igazából, az tucsok lenni. Két korsó sima sörnél se tudok. Nyugi, még van egy liter hátra. Tudom, ettől félek. Dienge vagy. Annak is a nagy része tiétek lesz. A következő, aminek az előzőnek kellett volna lenni, mivel ez 4,3-as, ez a first, meg 4,5-ös, csak elbasztam. Semmi baj. A Rizmájer konyak megyes söre. Ha, jó. A konyak megy egyébként jó hangzik. És messze menőkig az egyik, szerintem legszimplább, mégis legdizájnosabb címkéje nekik van. Igen, mindegyik ilyen, de mindegyik ilyen. Tudnak valami. Sört csinálni. Igen. Mondjuk a kupaki a szar. A kupaki a szar. A first... De az, hogyha ott iszol, akkor úgy csináltad, mert kibontjál. Vagyis hát csapolva iszol. A first 599 forintba került, ez 550 forintba került. És ez kétszer annyi? És cserébe 0,2%-kal kevesebb alkoholzattal. Nem kétszer annyi, mert ez 0,33-as volt. Ó, én kérek elmegyek. Akkor... Akkor ez... 0... Nem kezdek el számolni. Szóval... Ez egy nagy nulla! Ígyuk meg, hát hú, milyen szép színe van. Milyen szép habja van. Milyen szép habszíne van. Azt a kúra. Milyen szép habkönnyű rasszizmus. Öncsek. True. Mondjuk hogy tudjátok, itt Balázsok, hogy tudjátok megkövetni, hogy melyik Balázshoz beszélek? Úgyhogy rám nézek. Melyik Balázshoz beszélek? Most pont rám gondoltál az imént. És melyik Balázshoz? Melyik Balázshoz beszélek? Imád. Melyik? Igen. Igen, édes rózsám. Ez rossz lám. Ez teljesen más, mint az eddigiek. Tudod? Azt. Kimerem jelenteni. Egyértelműen. Az első korgyban érződik. Sokkal gyorsabban és korábban átjön a gyümölcs.
És milyen tú. Nagyon-nagyon szép színe van egyébként. Ez a rizsmájék. Látszott már itt ez a Collision. Na hát a te habod is habozott. Ezt még meg kell inni. Meg még egyet. De jó, ezeket már ittam. Gyerek lehet, hogy ez az ügyi. Dr. Ötkerrel. A csokis pizzájával gyerekedik be. Az, én befőzött mindent az itt. Hallod, lecsapogat a csokis pizza egyébként. Tudtam. És a Cornél másnap, mikor sízott, akkor megijedt, mert valami füstszelőd, és ott égett alul a pizza, és így... Úristen, Márk, ha legközelebb bármit csinálsz, takarítsd ki, amikor lecsapogat. Mert úgy megijedt, de azt hittem leég alá. Szeretném idézni magamat. Rakja le valami tálcát, le fog fordni. Nem, azt mondtad, hogy biztos, hogy benne nem fog lefogni. Igen! Ez így történt. Akkor se tűnt meggyőződni. Idéztem. Egy beszélj. Higgyük már! Sokan estét van, mint amikor elkezdtük. Sokan estét van, mint reggel. Hogy jutsz hozzá? Ettől kezdek én is félni. Bár most még de. Most még nem. Mi? Hogy jutsz hozzá? Hogy jutsz hozzá? Ettől kezdek én is, bár most még de. Ettől kezdek én is félni. Bár most még de. Szóval most még hazajutok. Ha mondjuk teszem azt 11:30-kor indulok, amikor ne induljak, akkor... Nem tudom megnézni mennyi az idő, mert kapod egy kérdés. Láttam így! Én is láttam amúgy! Én zoklagom! Annyira jó, hogy zokosolom rá! Mennyi az idő? Ó, Feri, nem gondoltam volna! Fingom nincs, hogy youtuberölök és kapom az üzeneteket! Hú, én azt... Vagy te kikapcsoltad? Hát én kikapcsolnám, cseszed. Instant. Feltöltök egy videót, körülbelül 150 kommentet kapok az első két órában. Szerintem szerintem egy vibrátort a csokromot csinálom. Csak 4 órában nem tudod, mennyi az idő. Hagyjál meg. Szóval az meg már megint, szóval... Hogy megnézhessem az időt. Fél 11-ben. Meg kell nyomnom. Igen. Amennyiben fél 12-ben indulok, akkor már nem jutok. Úgy, geci, ez 10 percet befejezzük. Igen, remélem. Bát, kérsz még? Kérkod, na. Igen. Na várjál. Mondta a poharon. Így van. Aha. Azt az egyet ne rúg fel, a többit igen. Utolsó feles gyerekek! Utolsó feles... Láttatok azt a Molnár kicsiánájót, amikor 20 percig mondja, hogy utolsó feles, utolsó feles, utolsó feles, utolsó feles, és tényleg 20 percig mondta, utolsó feles. De sokan is így volt. De hát megjött egy üveg pálinkát, és ez utolsó feles, nő, járt az utolsó feles, utolsó feles, utolsó feles. Ő sem akarta. Három monitoron néztem, hogy egy haverommal volna elkezdte a lehet, és így mindegyik késett, és úristen, zeppel hangot mindegyiken, és így lehet, hogy igazán csak háromszor voltak, de még 9-szer vagy 20-szor hallottuk. Utolsó feles, utolsó, Instagramon meg is van ez a nap, amikor így három monitoros Molnár Krisztián live és énekelve tapsol. Szerintem láttam is. Ez a legjobb pillanat az életemben. Szóval az utolsó feles, favágom. Feles egyébként, a fél liter. Favágom egyes, utolsó meggyes, utolsó meggyes. Utolsó meggyesünk egy 5%-os favágom feleske. Szarvasi favágó. Látjátok, hogy megkapcsolt a magamat? Ez egy szarkupak mindegy. Igen? Kár érte. Nem kár érte! Na úgy nem rúgtam be, csak viccelődök itt, hogy jó legyen a videó. Így van, ugye? De egyébként tök unalmas. Hát főleg így. Az is barna. Kóla! Én ennyi elég, nem kell barna sörből több, nem. De favágó színe van. Faszíne van. Faszi. Én tényleg egy kortnyit kérek, tehát annyi szörcs. Fasza, neki meg nem kell több, neki meg egy korty kell. Több utolsó marad. Feles! Ja, megvállok. No. Ebben nem érzek semmit. Szagra barna sör. Szagra barna. Ízre barna. Jó. Ez ugyanolyan, mint az előző barna igen. Sör. Nem, nekem ez sokkal jobban ízlik. Ez de picit talán jobb, de... 2018-ban Central Euro Beer Awards-ot is nyert.
Ez a favágó meggyes, vagy... Ez a favágó meggyes. És mégis ki a tököm adta neki ezt a díjat? Az a helyzet, Márk, abban egyetértek veled, hogy a meggyet sokkal jobban érezni rajta, mint az előző. Én nem érzek benne. Én ilyen soha nem is mondtam. Nem. Én csak azt mondom, hogy ízlik. A fasznak magad a meggyes öténi, ez egy jó barna sör. Igen, egyébként, tehát Márk, te szerinted ebben jobban érződik, mert te egyetért veled, hogyha azt mondod, hogy igen. Én ezt soha nem is mondtam. Mikor lenne, hogyha az ellenkező mondod most, hogy amúgy ebben nem érződik a meggyes, más egyetértek, jobban ízlik. Szóval ez egy jó barna sör. Szerintem szerinted is jobban érződik. Amúgy benne. Érződik, persze jobban érződik. És ebben egyetértek veled, látod? Nagyon szomorú vagyok, hogy ezzel végződik. Kurva, a mocu itt kellett volna végződnie. De hát ez hol van az, bazd meg? Ez szaros 4%, igen. Nagyon pici az a baja. Hol vannak a 10%-os sörök? Hol vannak az 50%-os sörök? Hol vannak a 100%-os sörök? Mielőtt ezek itt nagyon fölmennek a millióig, azelőtt én felállítom a saját sorrendemet. Aztán ezt mindenki tegye meg. Kérlek. Ha árérték arányban kell, egyértelműen a Soproni nyer nálam. Ha... Viszont nekem a legjobban ízlőt kellene kiválasztani. Basszátok meg, majd egy litert iszok ebből. Így van. Csak ebből egy litert. Az utolsó veles. Így van. Szóval, ha nekem a legjobban ízlőt kéne kiválasztanom, akkor az Márknak a 850 forintos csodája, közvetlenül utána pedig a Morsubit. Nyilván utóbbi anyagilag egy picikét értelmesebb de döntés. Kóstold meg az almásat, ez geci jó, nincs egy másik olyan almás sör, mint az istentelenül jó. Jó, meg fogunk kóstolni egyébként. Kapni. Meg fogunk kóstolni, bár hogyha csinálunk jövő héten ugyanilyen epizódot csak almásból. Lehet, hogy a következő fél mi megvárunk a cél. Igen, akkor majd úgyis megkóstoljuk együtt, de akkor már elhozom a málnás búza. Szent Andrást is, mert az is nagyon finom. Az összes almás vendégek, Málnás búza Szent Andrást! Hát ott már igazából szerintem össze lehet vonni, mert kevés van azért. Nem. Nem. Legyen nem csak akarok, almás, aztán... Nem akarok több 12 sörös estét. Ez egyébként jó, ez 6 sörös estét. Egyébként. 6 sörös estét. Tetszett, hogy felállítottad a sorrendet, ami azt jelenti, hogy elmozott kategóriánként a legjobban. Szép sorrend volt. Az én sorrendem, a Soproni volt az szerintem, ami a legjobb volt. Nem tudom, nekem egyszerűen annak az íze tetszik a legjobb, az van a legjobban ilyen balanszban, mert mindenkinek van vagy egy ilyen erősebb utóíze, vagy egy nem túl meggyőző szaga. Vagy egy nem túl meggyőző ára. Igen, tehát a Soproni ez mindenképpen árérték arányban tényleg az a legjobb. És nem csak azért, mert tényleg az a... Van itt még olyan, ami nem ugye a Radler, és valami Sopronihez közeli árban van? Nincs. Nincs, minden 400 fölött van. Ja. Nevetséges. Szóval... Igazából az én sorrendem az nem is sorrend, hanem... Mindegyik vagy kézműves, vagy belga. Igen, szóval mindegyik, ha nem számít a pénz. Jó, az oké, de tehát, hogy nem is gyárt senki, nem kézműves, nem belga. Nem Radler. A Dreher már rajta van a dolgon, de még nem jött ki. Így gyártak. Aha. A Redil az nem meggyes, az csak Redil. Most már csak azt tudják csinálni, hogy... Lekupizzák a Sopronit. Egy fél évvel később. 10 forinttal korábban? Olcsóban adják ki. Az mi? Igen. Jó. Menjél, bazdmeg. Én megiszom, azt megyünk. Jó. Na, milyen volt ez a videó, srácok? Milyen volt? Hogy érdeztetek magatokat a Salimárt YouTube csatornán? Wow, így iratkozzatok föl Balázsra. És mikor lesz végre több feliratkozó Salimártól, mint a Salim? Azt várjuk. Rajzatok múlik, de megmondom, hogy sosem mondtam, hogy iratkozzatok fel. Most mondjuk. Iratkozzatok fel, mert ez egy nagyon remek ember. Ez egy videó volt. Idéznék Mátyástól. Uh-huh. Mi a faszomért mondod azt nekik, hogy iratkoznak fel? Ennyire nincsen saját véleményük? Nem, kedves Mátyás. Ösztönzésnek hívják. Ne legyél tulok. Amúgy... Igazi szép barátosan zárt, tudom mondani. Miért hiszed? Ne legyél tulok. Anyád se azért mondta, hogy nem szabad kifutni az útesre, mert nem akarta, hogy... Ennyire nincs saját véleménye? Igen. Ha én kifutok, tudod, ki mondja ők, igen. Nem. Ha én kifutni, kifutok, mondta a rizs, amikor főztem. Igen, igen, kurva, és le van fedve én hülye. Ó, Istenem, óvazd meg.
annyira gyűlítem, hogy te jó Isten. Speaking of friss, vettem egy egész nagy ilyen zacskót. Láttam, ott van azt a közepén. Még vettem egy hatalmas kukoricakonzervet, nagyon partit csapok itt bazd meg magammal. Vissza a két témával, apropó, nézi a videómat a Mátyás. Matyikám, nézel! Kétlen. Iratkozz fel! Ezután el fogom neki küldeni, az biztos. Mátyás biztos nem nézi a videót, mert... Ő már meghalt, mint Mátyás király. Nem egyébként él, és fényképezőkről van a videóban, akkor biztos nézni. Hát figyelj, rálépett a fényképezőgépére, és eltűnt egy 10 perc. Nem léptem rá, átestem rajta. Az sokkal jobb, mondd meg te, mi a véleményed? Mondd meg te! Rálépés vagy átesés, melyikét választanál? Rálépjek vagy átessek rajta? Így van. Igen. A 100 000. feliratkozómon vagy rálépek, vagy átesek rajta. Átépek, vagy ráesek. Igen. A rálépés helyett átestünk a nézőinken. Már most egy nagy kolbászból adna, nem tudom, ez nem clickbait, hanem inkább evős kép volt. Nem click. Hát, láttad, a kolbászt ettünk? Nem click. Bár csak adhatnék külön címet a borítóképnek. Adhatsz, hogy senki nem látja. Ez a kép, amikor a köhögő nők fotói, és akkor úgy néz ki, hogy mindenki szopna valamit. Köhögő nők fotói. Az meg... Nem láttam még. Kegyetlenik. Nagyon jó. Rákeres. 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 Ah, köpályt, leesett a pénzem egy ornyitó, köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy tetszett a videó, sziasztok! Sziasztok! Ez így! Jó, ezt szatni megiszom.